Díszfatenyésztéssel foglalkozunk, már körülbelül egy 20 éve, 22 éve főállásban, főállásként. Milyen elfoglaltságot jelent önnek számára ez a munka? Hogyan kell elképzelni a hétköznapokat? Hát mivel, hogy gyerekkorom óta nekem a hobbim az akvarisztika, ezért úgy döntöttem, hogy inkább nagyobb tételbe is hozzáfogok, mint csak díszmedencéket tartani. A 70-es években voltak az első akváriumjaim, 80-as évek elején akkor már tenyésztéssel is foglalkoztam, az értékesítéssel már 80-as évek elején már elkezdtem, 2000-től meg, tehát nagyüzemileg hozzáfogtunk a tenyésztésre. Tehát az azt jelenti, hogy jelen pillanatban egy olyan 300 négyzetméteren tenyésztünk, ilyen 150-160 köbméternyi vízben. Nagyjából ez ilyen 50-60 féle hal, aminek vannak még alfajai is. Ebből egy olyan, amit tenyésztünk sikeresen, egy olyan 40-50 féle van. Hároman nap mint nap ezt csináljuk. Említene egy-két halfajt, amelyik keresett a piacon? Hát a fő profilunk az a neonhal. Tehát ebből tízezes nagyságrendet kell előállítani, mondhatni azt, hogy havi szinten. Hát, de ez úgy néz ki, hogy működik. Ez a bázis. A többi az úgy kiegészítésként, de fontos az is, nem csak a neonhal legyen. Még amellett még vannak különböző lagacok, díszmárnák, kalászhalak, harcsafélék. Ebből is van fajtánként 2-3 alfaj, 5 is határ. Hová jutnak el ezek a halak? Magyarországon kezdtem a terítését, a halaknak az értékesítését, de mivel egy kicsit kinőttem ebből a néhány akváriumos tartásból, ezért 2000 óta szinte csak külföldre szállítok, így nagyobb tételben van. 3 partnerem, 2 németbe, 1 horvátba, akiknek folyamatosan szállítok. A jelenlegi helyzetben hogyan sikerül az értékesítés? Okozott-e gondot önök számára a kialakult helyzet? Kis gondot okozott, mivel nem tudtunk szállítani. Most, hogy véget ért a karantén a határokon, ezért most volt már szállításom kintre. Én nagyon jól érzem magamat itt bent a halak között, tehát az, hogy a heti 7 napot ez itt kell lenni. Tehát nincs olyan, hogy elmenni. Hát maximum 10 órát lehet oda lenni. De valakinek mindig itthon kell lenni, bármi történt, vihar, áramkimaradás. Hogyan fogadja az önök környezete azt, hogy maguk ezzel foglalkoznak? Mik a visszajelzések a szomszédoktól, az ismerősöktől? Általában pozitív szokott lenni. Így falu szinten nézve lehet sokan nem is tudják. Mert mondjuk nagy zajt nem csinálunk, az, hogy aki átjön vagy bejön, megnézi, szétnéz, annak sok valakinek tetszik. Van, aki nem bírja ezt a klímát. Vannak bizonyos fajták, amelyek 7.-8. hónapra várnak eladási nyíra. Ezek a kalászhalak.